párizsi születésű Loïc Négo az elmúlt időszakban a magyar válogatott egyik fontos láncszeme lett. Ez a mondat elég furcsán hangzott, de a legtöbben azért képben vannak, hogy korábban a francia korosztályos válogatottakban szerepelt. Minden bizonnyal ezt ő nem igazán bánja, hiszen a francia utánpótlás képzés remek alapot adott számára, valamint egy életre szóló barátságot is köszönhet ennek az időszaknak. Nem titok, hogy Antoine Griezmannról van szó, akivel már nagyon régóta jó kapcsolatot ápol. A videóban Négo Lajos történetét, illetve a Griezmannnal való különleges barátságukat mutatjuk be. Loïc Négo 1991. január 15-én született Párizsban. Érdekesség, hogy guadalupi felmenőkkel rendelkezik, így a magyaron kívül a karibi térségben található országot is képviselhette volna. Négo a Nantes Akadémiáján pallérozódott, ahol szépen lépdelt felfelé az utánpótlás csapatokon, és végül 2008-ban írta alá első profi szerződését a klubnál. A felnőtt csapatban 2010 májusában debütált, akkor a félidőben állt be csereként a Cannes ellen. Jó teljesítményének köszönhetően 2010-ben beválogatták az U19-es francia csapatba, így képviselhette a hazáját az Európa-bajnokságon. Itt ismerkedett meg az Atletico Madrid játékosával Antoine Griezmannnal, ugyanis szobatársak lettek. Négo Griezmannnal karöltve alapembere volt a francia csapatnak, melynek tagja volt Alexandre Lacazette is. A válogatottal sikerült megnyerniük a hazai rendezésű EB-t. 10 éve együtt nyertük meg az U19-es EB-t, ez egy életre összeköt bennünket. Majd rá egy évre szintúgy együtt szerepeltek az U20-as csapattal a világbajnokságon. Az ott nyújtott teljesítményének köszönhetően felfigyelt Négóra az AS Róma, akik egy 5 éves szerződést kötöttek a tehetséges játékossal. Sajnos nem sikerült beverekednie magát az első csapatba, így mérkőzés nélkül csupán sorozatos kölcsönjáték jutott neki. Itt került először Magyarországra 2013 őszén az Újpesthez. Majd végül 2015 nyarán került pályafutása eddigi legutolsó állomására a Videoton csapatához. 4 év után kapta meg a magyar állampolgárságot, így honosított játékosként már szerepet kaphatott nemzeti csapatunkban, amennyiben igényt tartana rá a szövetségi kapitány. Végül 2020-ban Marco Rossi válogatta be a válogatott keretébe, ahol nem vallott szégyent, sőt kivette a maga részét a 2021-es Európa-bajnokságra való kiutásból az Izland ellen szerzett góljával. Visszatérve a Griezmann szálhoz, a kapcsolatot azóta is tartják egymással, ráadásul a 2021-es Európa-bajnokságon szemtől szemben ellenfélként is találkoztak. Egy igazán emlékezetes meccsen 1-1-es döntetlent játszottunk a világ egyik legerősebb nemzeti együttesével. Antoine Griezmannnal régóta barátok vagyunk, jó volt őt látni. Szerencsére a mérkőzés után tudtunk pár szót váltani és meccset cserélni. Griezmann is ámult, hogy milyen jók a magyarok. Antoine egy remek ember és egy kiváló játékos. Visszaemlékeztünk pár régi közös emlékre, illetve elmondta, hogy nagyon meglepte őket a teljesítményünk. Egyébként ő volt az egyetlen játékos, aki odajött és gratulált is nekem. Persze nagyon jól esett a gesztus a részéről. Neked mi a véleményed Négóról és Griezmannról? Te hogyan állsz a honosítás kérdéséhez? A válaszodat írd le kommentben. Ja, és ha van bármilyen kérdésed, ötleted, vagy akár építő kritikád a tartalmaink kapcsán, írj hozzászólást a videó alá. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot és iratkozz fel további focis tartalmakért.